Jó reggelt kívánok! Nagyon nagy témában vannak éppen, igen. Sziasztok. Igen, beszélgetnek a urak. Sziasztok! Szevasztok! Ah, most én egy kicsit tudod, hogy nagyon szeretlek téged így inkbe farmerbe is. Hogy miért nevettem fel egy zapot? De hogy most úgy átülnék oda. Igen, drágám, szeretettel látszik. Tényleg én öltönyös férfiakat látok. Nekem az... Fú, az menő, az klasszikus. Pedig az... nem direkt nem öltönybe jöttem. Igen, de hogy éreztem, hogy a Kristóf elegáns éreztem. Lesz, gondolom, akkor olyan visszafogottan. Jó, de ez is, tehát, hogy legalább egy zakó. De most érted? Tehát, hogy... Igen, értem. Nekem apukám olyan ember volt, és szerintem én tőle is hozom ezt nagy részt, hogy azt szoktuk mondani, még autószereléshez is nyakkendőt kötött. Ez azért nem teljesen igaz, mert nem szerelt autót nagyon, de ő tényleg egy olyan tüktig úri ember volt, hogy ő elképesztően adott az öltözködésre, és ezen belül például az öltönyviselésre, és voltak ilyen aranyszabályai, amiket egy fiatal embernek, egy srácnak, a fiának megtanított. Túl azon persze, hogy alapvető dolog az, hogy az ember legyen ápolt, hogy a körmeink legyenek tiszták, hogy a cipőnk mindig legyen gyönyörű, tiszta, de ezen felül olyan apróságokat is, amik apróságnak tűnnek, de aztán nagyon fontosabb például az öltönyviselésben, hogy milyen zoknival lehet fölvenni öltönyviselés, hogy hogyan illik gombolni, vagy nem gombolni. És ezt megtanította? És ezeket megtanítottam, és tőle tanultam azt is, és akkor azt elmondom, hát, ha nem kevesen tudják, hogy azért tilos begombolni mindenfajta öltönynél a legalsó gombot, mindig tilos, tehát ezt tényleg tessék elvinni útravalónak. Ez onnan fakad, hogy a 7. Eduárd, angol király, olyan pocakja volt, hogy nem tudta begombolni a legalsót, és ezért ő úgy kezdte viselni a felöltőjét, az alsó gombot nem gombolta, mert nem tudta, és a praktikusági okokból, és az alattvaló pedig tiszteletből, hogy ne sértsék meg az uralkodót, innentől kezdve nem gombolták az alsót, és elterjedt az egész világon, úgyhogy ma már az etikett szerint is így kell viselni. Tudtad? Persze, hát a 7. Edwardban nem voltam biztos. De egyébként természetesen tudtam, de azért ma azért nagyon, és nem a Krisztiánt akarom felmenteni, de azért annyira szabad a világunk, vagy szabados, nem is tudom, hogy tényleg azt vesz föl mindenki, amit akar, és ezzel egy kicsit én nem igazán értek egyet. Noha természetesen nem kell mindig öltönyt hordani, és nem kell autószereléshez nyakkendőt kötni, nem olyan kort élünk, nem is az elvárás, hogy a kutyasétáltatáskor makulátlan legyen az ember, de azért vannak bizonyos szabályok, amiket illik azért betartani, azért a színekre vonatkozóan, mit veszünk föl délelőtt, délután, és mi az, amit este például illik, vagy ajánlott, és mondjuk hiába van egy vadonatúj gyönyörű fehér zakóm, azt mondjuk az este az operában nem veszem föl, azt egy délelőtti partira nagyon jól föl lehet venni, vagy egy szabadtéri előadásra, de nem az operában. Én annyira bírom, hogyha egy férfi egyébként így feltett, te is odafigyelsz, hát látlak én civilbe is, hogy öltöztök. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó adottság, és azt mondjátok meg most nekem hárman férfiak, hogy miért van az, hogy bizonyos férfiak viselnek. Na de ez aztán bocsáss meg, Gáborra ugyanannyira igaz a te párodra. Na, igen, abszolút. De hogy miért van az, hogy van, aki hord öltönyt, és úgy néz ki rajta, mintha válfán lógna, nem alkati okokból, hanem egyszerűen van, aki nem tud öltönyt viselni. Igen, mi múlik ez? Szerintem ez külső és belső alkat kérdése, tehát lelkileg legalább olyan fontos, hogy valaki zakós legyen, mint alkatilag, tehát hogy a válla, a melle, a hasa, a bármi, tehát sokat korrigál a zakó, tehát az egy jó találmány a zakó, sokkal inkább, mint egy pulóver. Bizonyos kor fölött egy pulóver az gyilkos tud lenni. Megmutat minden olyan, amit nem szabadna megmutatni, az akkóval sok mindent ki lehet korrigálni, tehát ez egy jó dolog, de ahhoz tudni kell, hogy ki vagyok én, tehát hogy milyen a fizikai alkatom és milyen a lelki alkatom, és hiába, és az szörnyű, amikor valakinek nem zakós a lelke, de a munkaköre viszont megköveteli, hogy a hétköznapokban is hordja, és akkor tényleg, mint a tehénen agatja, de hát föl kell venni, de alig várja, hogy levegye és fölvegyen egy kapucnist. Igen, sokkal kevésbé kínos szerintem is, ha valaki lezserebb cuccot vesz fel, mint hogyha rosszul visel például egy zakót vagy egy öltönyt. Hát ugye alaphibák, amikor sokan benne hagyják, siknek gondolják, hogy a márka jelzés ott van. Hát halálcik ki, ugye ezt nem lehet csinálni. És még az öltönyön túl, ami korrigál, ugye ez egy jó szabó. Nagyon fontos, apukám mondta mindig, hogy egy férfi a nadrágjait lehetőség szerint szabassa, és nagyon nem mindegy, mert valóban például még egy szerencsétlenebb
adottságokkal, külső adottságokkal rendelkező férfinél is rengeteget tud dobni az, hogyha pontosan akkora nadrág van rajta, ami jól áll neki, ha az addig ér, hogyha picit kilóg az inga, a manzsettája. Bocsánat, csak egy óriási veszély van, ugye arról beszélünk, hogy valaki alulöltözött, másik nagyon nagy veszély, ha valaki túlöltözött. Bizony. Az sem jó, és az is legalább az olyan milyen? Kínos tud lenni. Hát mondjuk valahol... Hát, most bejönnek smokingba. Hát például smokingba vagy egy frakba beültünk volna ide, egyrészt halálzavarba hozunk benneteket, én és ez nem ideillik egy délelőtti csevegő műsorba. Az nem ideillik, az egy operabálba illik, ott viszont előírás, és oda viszont, ha egy ilyen... Besengednek maximumon. Mindig jobb túlöltözöttnek lenni, mint alul. Tehát, ez igaz. Ha választani lehet, akkor szerintem azért kellemetlen, ha alulöltözött. Igen, valóban. Nem? Valóban. Énnek volt ez is nekem az életemben, úgyhogy most már nagyon figyelek, hogy inkább túlöltöztem egyébként. Ugye szakmánk is tulajdonképpen, hiszen nagyon nem mindegy az, hogy az ember a színpadon is mit mutat magából, vagy egy film szerep kapcsán. Éppen ezért nagyon jól tudjátok, hogy a kosztüm dizájnerek, legalább olyan, tehát akik a jelmeztervezők vagy kivitelezők, legalább olyan fontos alkatrészei egy-egy hollywoodi produkciónak is, mint a rendező, vagy a producer, vagy a főszereplő. Persze. Szóval hihetetlen sokat tud hozzátenni, vagy elvenni. Csak az évek múlásával, nem tudom te, hogy vagy vele, én például megtanultam annyira magam, hogy jön egy tervező, elém teszi az, és azt mondom, hogy én ezt nem. Persze. Na ezt a szabást ezt nekem nem. Igen. Csak azt, hogy a delber ebbe a korba lehet, de én ezt nem veszem föl. És most már meg is engedem magamnak, régen fölvettem, jogod mert azt van. Mondtam, hogy muszáj, de most már tudom, hogy nem muszáj. Sokkal fontosabb az, hogy aztán itt a 30-50-100 előadásban én hogyan érzem benne magam, és harcolok érte. Arra vagyok még nagyon kíváncsi, hogy mi a véleményetek arról, amikor a nők öltöztetik fel a párjaikat, és ők mondják. Jaj, nagyon meg, jó hogy kérdés. Emlékszel a Frabától az életeni műsorra? Igen, én nem kérdezem, tanácsot, pedig kéne. Frabától mondta, hogy a párja öltöztette erre, Hevesi Tomé és Kristóf benyomták, hogy látszik. Ez nagyon cuki volt. Tehát, mennyire hagytok ebbe beleszólást, vagy hagynátok? Nem is értem a kérdést. Ezzel meg is válaszol. Én bevallom őszintén. Tehát, én most országvilág előtt bevallok egy nagy coming out következik. Tehát rá kellett jönnöm az évek múlásával, hogy például nálamnál sokkal kifinomultabb ízlés van ilyen dolgokban jó néhány hölgy ismerősömnek. Tehát én bátran kérek tanácsot hozzáértőktől, mert nagyon sokszor volt az, hogy figyelmeztettek, hogy félte, nem látod, mondom, hogy milyen klassz, meg milyen vagány, azt nem szerencsés, nem mert, és akkor elmondták, hogy miért nem. Na de az más, mint mikor a párod minden reggel... Na nem a páromról beszélek, viszont ezt gondold a dolgokról, és ezt akkor ebből szörnyű következményei vannak. Viszont ami nagyon fontos egy párkapcsolatban, hogyha ugye együtt megyünk valahová, azért azt illik egyeztetni, hát, hogy miben megyünk, de hogy harmonizáljunk egymással. Ne úgy hívják, hogy magyar szóval, hogy partner look. Megnézzük, hogy milyen színben, milyen tónusban, az nem árt, hogyha össze dolgozunk, de egyébként persze elfogadja az ember a kritikát. Ez természetes, az előbb vicceltem. Azt nem szeretem, ha előírják, de azt, hogyha fölveszem és azt mondja, hogy vagy nem is mondja, csak tudom, hogy mondjuk nem mond semmit, az már épp pedig akkor gyorsan átcserélem. Igen, ami egy nagyon nehéz dolog volt, ez megint csak az ilyen nagy őszinte vallomásokhoz tartozik, amikor édesanyámmal meg kellett azt beszélnem, mert én már felnőtt voltam, hogy ne soha többet ne vegyél nekem ruhát, mama, mert nem egy az ízlésünk, és nem tetszik, és nem jó, és annyi sok szép, szívvel kiválasztott, neki nagyon fontos, nagyon tetsző, kedves, édes dolgot kaptam, amik ott állnak, mert lelki közön van hozzájuk a szekrényem, és soha nem veszem föl. És drága mama, nagyon csókolom a kezedet, hogy ezt betartjuk, és akkor inkább, hogyha valami ilyesmi van, akkor együtt kiválasztjuk. Ez szerintem ruhában legalább olyan fontos tud lenni, mint egy parfümben is, hogy az ember, hogyha már ismeri magát, akkor jobb, hogyha ezekben maga is dönt. Nekem a ti gondolkodásmódotok tetszik. Nekünk pedig tetszett. Hát jól néztek ki benne, a külső megerősítés is ez, úgyhogy köszönjük szépen. Köszönjük nektek.